És most következik a világ legcukibb fő ellensége. És egyben az egyik legizgalmasabb is. Mi is van itt? Á, igen. Egy pov kockával kell ezt szétütni, és akkor kapunk valami titkot. Valami, hogy a világ térképről hogyan lehet bármelyik játékot elérni. Hoppá, á, erre már nagyon készültem. Ezt kell vele csinálni. És így nem veszi el Mariót. Így már jó. Ott is vannak érdekes dolgok. Most ebben a kastélyban csupa puha dolog lesz. Mint például ez a sárga izé. És persze sok szakadék. Balra kell menni, akkor itt mi lesz? Hát, hogy valami titok van. Na, mondom, sok édes puha dolog. És? Voltam én itt egyáltalán valaha? Jaj, nem, ezt nem, ezt ne. Oké, biztos csak valami virág vagy hasonló. Nem kell. Még jó, hogy tele vagyok élettel. Mivel most nem volt tojásom, most ilyen kaszkadőrnek kellett lennem. Kaszkadőr. Ezt a kifejezést is de régen használtam a játékokban. Na szóval, továbbra is kellene ezek a sárgak is. Tojások. Majdnem kocakokat mondtam, de végül is ezek tojások. Most nem elfelejteni. Fordulj jobbra. Bocs, ez vicces. És aztán összeállnak, nem halnak, meglátjátok? Na, ezek is olyan édesek. Ezekkel is annyi mindent lehet csinálni, egymásnak nekiütni meg minden. És véletlenül eltaláltam az egyiket a tojással. Szegény. És bizony, sok tüske lesz ebben a várban. Az előbbi kékek biztosan fiúk voltak, ezek pedig itt a hölgyek. Mondom, viccesek minden. Most nem igazán érdekelnek azok az izék, érmék. Itt. Na, az a kék guriga. Hogyha olyan jó lennék, akkor most megmutatnám, hogy hogyan működik, de inkább nem. Na, oda is előbbe kellett volna menni. Na, mindegy. Egyébként azt a kék gurigát majd lehet máshol is látni, azt hiszem sajnos. Érdekes, de nehéz dolog. Kívánom, hogy mindig legyen tojásom. Aki tudja ütni azt a trutyit. Már megint két út közül lehet választani, és ha jól emlékszek, itt lesz a viccesebb. Igen. Ezzel lehet itt szépen ugrabugrálni. Ha azt ott kiütöm, ha végre valahára sikerül, ó, több is kell bele, akkor lehet, hogy be tudok oda menni, ugyanis ezzel
meg tudok maradni a tüskén is. Hű, kemény, kemény. Félelmetes volt. De kaptam egy életet, ahelyett, hogy veszítettem volna. Már pedig ceruzákon ugrálni, az bizony életveszteséggel járna egyébként. Ez a kis cuki málna, ez egyszerűen hihetetlen. Jó, de most már szeretnék leszállni. Meg se lehet enni. Ugye, hogyha jobbra mentem volna, akkor sose találkozok vele. És ez még mindig semmi. Na most kiüthetnék alul pár dolgot, de... inkább nem foglalkozok ilyennel. Fő a biztonság, halljátok a rotyogást? Igen, ez volt az. Na, oda van, hogyan lehet kerülni? Ó, étel. Ez pedig nem más, mint egy újabb életszerző. Csak célozni kell hozzá tudni. Hoppá! Gyorsan! Na, pont ez az, amit nem szabad megtenni. De hogy milyen aranyosan és ilyetten néz utána. Persze csak egy ideig. Szóval ne zavarjon meg senkit. Most konkrétan rá akartam ugrani a fejére. Na most akkor merre? Lehet, hogy ott van valami titok, de most nem igazán érdekel. Se pedig az, hogy mi van ott lenn. Tudtam. Csillag mindig jól jön. Na, ez is elég kemény lesz itt. Persze most még csak egyszerű szakadék van alattunk, de amikor tüske lesz, mint mondjuk most, akkor bizony szerencse kell hozzá. Amikor legutóbb játszottam ezzel, itt bizony kinyúltam. De már itt is van a biztosítékunk. Na, ez se éppen túl vendégmarasztalva, és látom, hogy ott piros érme van, de nem érdekel. Lehet, hogy le kellett volna ott esni, na mindegy. Ó, ez az. Ezt vártam, reméltem, hogy itt lesz. Ez a furcsa alvó trutyi. Néha elalszik és tovább megy. Aztán megint itt fölmegy, fölizélődik. Na, értitek? Jaj, nem kellett volna elpocsékolni a tojásokat. Na mindegy. És nem megyek vissza a mazokért. Jaj. Bizony, ez kemény dió. Jaj. Na most lett nekem annyi. Nincsen elég közel. Kiárat ahhoz, hogy ne fogjon el. Úgyhogy most végem. Így is van. Mondanám, hogy legközelebb jobban vigyázok, de hát ennél is. Nem, azért sem próbálok meg itt leesni. És továbbra is halmozzuk az élvezeteket. Egy
szerint olyan eredeti ötlet ez a álmos truki itt, hogy az csak na. Nem emlékszek, hogy régen ezekkel így gondom lett volna. Lehet, hogy régen ügyesebb voltam, kijöttem a gyakorlatból, vagy valami. Jaj. Az ilyen elvigyázni kell, de rettentően. Tehát most megállok itt a bal oldalán. Jaj. Hó. A mindenit. Igen, látom, ott nyíl mutat meg valami, de kit érdekel. És? Jaj, ez csak ez. Kit érdekel. És igen, látom, hogy mit kell itt csinálni. Jaj. Nem mondhatom, hogy közel voltam. Ennél még csak cifrább lesz. Aha. Legalább megtudtam, hogy tényleg van ott lent valami. Tulajdonképpen ki is próbálhatom, vagy valami. Fel lehet tolni. Aha. És akkor most újra. Az első álmos. A tojásos álmos. A virágos álmos, illetve inkább a virágos ébren lévő, hiszen pont ilyenkor van ébren. Hát nem egy reggeli típus, az biztos. Én nem alszok vissza ennyiszer, mint ő. Na, egy kis kompenzáció. Inkább mégsem lövök el egy darab tojás sem, még kellhet. De nem ide. Na szóval. Az a lényeg, hogy ez itt olyan alacsonyan van, hogy... Hogy az csak nem. És... Ez az... Igen. Jó, egész jó. És... Azt hiszem itt nem kell csinálni semmit, mert át tudok menni alatta. Jó, ez sem érdekel, ott viszont a nyíl is mutatja, hogy most már egyszerűen kötelező lesz az átugrás. És a következő helyen még kötelezőbb lesz. És... Jaj... Ilyenekből sokkal több lesz később. Jaj... Na
és milyen őrület lesz még itt. Semmilyen. Annyi neki. Na, menjél vissza szépen aludni. Ennyi. Tényleg nem valami korán kelő. Jaj, de édesek. Úgy imádom egymásnak dobni őket. Nem revaló tekintet nélkül. Kis szőrös trutyik. Na, és amit itt látom, sem lesz majd semmi. Nem is biztos, hogy elsőre sikerül. Jaj, de aranyos. Ez kell nekünk. Azt gondolnánk, hogy ha nagyobb lesz, akkor nem lesz aranyos, mert most azért aranyos, mert kicsi. De a logika itt sem működik. Nézzétek, nézzétek! Nézzétek, milyen cuki! Jaj, megpusztulok. Itt szépen. Be kell nyújtani saját magát a szívig. Hű, ez most nagyon jól jött. És ha kitol minket a széléig, akkor nekünk annyi. Még szerencsé, hogy itt van egy tojáska. Nagyon sokszor előfordul, hogy nem bírom időben széllyel ütni. Most is egyszerűen. Túl gyorsan elfogytak a tojásaim. Na, de most azért csak meg, de milyen aranyosan néz. Jaj, összetörtem a szívét. Nem összetörtem, szétbukkasztottam, az nem gond. Aztán elfolyt itt nekem. Nem érdekel, mennyi pontom lett. Na jó, egy kicsit. Ez a pálya annyira jó volt, hogy egyszerűen mindegy, hogy mennyi pont, ugyanúgy élvezetes.